Gyermekeivel érkezik Svarc Balázs a kiserdőbe, ahova hetekkel ezelőtt szervezte meg első szemétszedési akcióját. A helyi lakos nem tűrte tovább az illegális szemetelést, ezért saját kezébe vette a problémát. Körülbelül másfél hónappal ezelőtt elhatároztuk baráti társasággal, hogy gyerekekkel megnézzük a természetébredését a Pászortéri kiserdőbe. Azzal szembesültünk, hogy rengeteg szemét van ebbe az erdőbe. Két hete elindítottunk egy akciót, ami arról szólt, hogy az akkor látott szemetet összeszedjük, amit két-három zsákra számoltunk. Hát ebből lett 25 zsák. És ugye két hete volt ez az akciónk, teljesen meg lett tisztítva ez a kiserdő, de már most felelőtlen emberek elhagyták a tulajdonukat. És a legbosszantóbb még az egészben az, hogy a hulladékudvar, a bácsai hulladék, kisbácsai hulladékudvar itt van a szomszédban, és ebbe a gyönyörű kis erdőbe hozzák ki a szemetet. Elég nagy győr, és szeretném azt, hogyha ez az akció, ez egy példaértékű lenne a, a többiek szemébe, győri lakosok szemébe, illetve mindenki szemébe. De legelőször azt kellene elérni, hogy ne kelljen ilyen akciókat szervezni, hogy ne kelljen a, a, természetbe az első lépés után ilyeneket látnunk és összeszednünk. Azok, akik ilyen módon is szeretnék szebbé tenni a környezetüket, a gyülekező szombat délelőtt 10 órakor a külső bácsai úti Kalapács utcai zsák utcájánál lesz.